Novemberben újabb 23 pályázatot bíráltak el pozitívan Szabolcs megyében, közöttük összesen több mint 2 milliárd forintot osztanak el, így május óta már mintegy 51 milliárd forint toppos forrást kapott 343 kérelem. A több mint 2000 lakosú Apagy településén nemrég zárult le egy beruházás, amelyet egy toppos forrásból valósítottak meg. Most újabb pályázatuk kapott pozitív elbírálást önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Az újabb top pályázatunk, amit sikerült megint pozitív elbírálás során megnyernünk, 128 millió forint összegben energetikai beruházást akar. Ez két épületnek a felújítását fogja jelenteni. Egyrészt a polgármesteri hivatal épületének a nyilázáró cseréjére, külső hőszigetelésére és fűtés korszerűsítésére fog sor kerülni. Ennek a nagyságrendje 50 milliós nagyságrend. Ez ki fog egészülni még egy napelemes rendszerrel az épületnek a tetőzetén, ami nyilván a energetikai költségnek a csökkentését fogja elősegíteni. A másik épület, amit hasonló formában fognak felújítani, az az idősek bentlakásos otthona. Itt is nyílászáró csere, külső hőszigetelés kialakítása és fűtés korszerűsítés lesz. A tervek szerint 2018. október 31-ére befejeződik mindkét beruházás. Az apagyi pályázat a negyedik körben került pozitív elbírálásra, ami azt jelenti, februárban tudják elkezdeni a közbeszerzési eljárást, így a kivételezőnek csupán 4-5 hónapja marad majd azok megvalósítására. A település többi középületét már korábban felújították, csak az idősek otthona és a polgármesteri hivatal maradt ki a sorból. A 900 fős Nyírjákóban jelenleg 19 elsős, összesen pedig 121 diák tanul a település iskolájában. A falu toppos pályázaton 79 millió forintot nyert, amelyet arra fognak fordítani, hogy a gyerekek 21. századi követelményeknek megfelelő iskolában tanulhassanak. Nyírjákó község közel 80 millió forintot nyert. Nyírjákó általános iskoláját szeretnénk felújítani. Régi tartozásunkat szeretnénk ezzel megvalósítani. Egyik épülete a 60-as években, a másik épület része az 1900-as évek elején épült. A fenntartó klik lecseréli a tetőszerkezetet a télen, és mi a tavasszal szeretnénk megkezdeni az energetikai felújításokat. Kicseréljük a nyílászárókat, hőszigetelést helyezünk el, napelemrendszer kerül fel az épületre, fűtési rendszer korszerűsítés fog megvalósulni. Ezen kívül pedig az iskola épületének belső frissítése is bele fog férni a pályázati összegbe. 2018. november eleje a felújítás befejezésének kitűzött határideje, azonban a polgármester szeretné, ha már a kívülbelül megújult iskolában kezdhetnék meg a gyerekek a 2018-2019-es tanévet.